Nálam mindenki lesz, sziasztok, srácok, innen vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, sziasztok, sziasztok! Nos, és akkor vágjunk is bele a legújabb videónkba. Elköszönjük igazán egy új házba itt a faluban, meg ilyen... Ez mi a... Kés? Szia! De most videózok, miért horkolsz bele a videómba, meg kaját kéregetsz a videómba? Na felköltem, jó, majd adok később kaját majd videó után, jó? Na, most hagyd, de menj... Hagyd már még, én videózok most, na, menj ki! Nem! Ne trollkodj bele! Hagyjál kaját! Nem! Ne trollkodj, jó! Istenem, itt van egy kaja, hagyjál békén! Menj innen! Milyen egy kaja? Menj már el! Nem, nincs ládámba! Nincs rendem, most majd, majd később adok kis, rengeteg kaját kaptál már, most menjél! Akkor ki? Megyek világgá! Menjél világgá, ha Istenem! Na, szóval, sziasztok srácok, innen vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, cső! Hello, mindenkinek, meg ilyenek, várjátok már? Mit mondod kis? Elmegy világgá? Hova megy világgá? Kis? Milyen... Hova ment kis? Hova ment? Most komolyan elszökött? Nem hiszem el. Nagyszerű. Jól van, azt szeretném ebben a videóban, hogy elmegyünk kalandozni, elmegyünk tök menő dolgokat csinálni, bányászni, stb. Erre most elmegyek a kutyámat megkeresni. Hát ez fantasztikus. Nagyon jó. Na mindegy, hát akkor srácok, ebben a videóban most úgy tűnik, hogy nem kalandász, nem ilyen lesz, hanem elmegyünk a kutyánkat keresni, és reméljük, hogy még életben van, mert ahogy ismerem kist, 5 perc nem tudna túlélni szerintem egyedül. Na mindegy, remélem, hogy drukkoltok nekem, hogy megtaláljuk, hogy valami. Na mindegy. Ki, akkor menjünk kell gyors keresni, és hát srácok, hogyha drukkoltak nekünk, akkor dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel meg minden, és akkor menjet is a videó szerintem. Nézzük! Na, kövessük gyors a csontokat, és csekkeljük le tényleg, hogy mik lesznek vajon itt, és hol szökhetett el a kutyánk. De akkor mondja csontot, hogy miért dobál csontot maga után? De lehet, hogy direkt, hogy kövessem? Lehet, hogy ez direkt valami gonosz terv, hogy kövessem, aztán izé. Aztán majd valami csapdába csal, vagy nem tudom, aztán nem engedik, amíg nem adok neki húst, vagy valami. Nagyon jó lenne, semmi más sem vagyok. Jó, nem szedem ki a csontokat, majd ő szépen kiszedi, vagy valami, nekem nem kellenek a csontjai, minek kellenének. Na! Ott egy ház. Nem tudom, nem annyira ismerős nekem ez a ház. Nem tudom, ez kinek lehet a háza, de... Mi ez a húsház? Halljátok? Nem tudom, mi ez a húsos ház, de nagyon furcsa. Jó van, nem tudom, nézzünk be. Vagy nem tudom, mit kell csinálni, de kinek van ilyen húsos... Mi ez? Kis háza, Emma háza. Mi van? Kinek... Mi van? Kiknek a háza? Mi történik? Nézzük már be, hello! Maga? Hello! Kiszeret! Megyek ki a házomból! Kiszeret! De... Kis! Te mit keresel itt? Zárki! Menjen innen! Maga elrabolta a kutyámat? Nem! De miért rabolta a kutyámat? Nincs senki! Ez én kutyám! Miért rabolta a kutyámat? Nincs senki, menjen innen! De ez én kutyám, látom, hogy ott van a kutyám! Kivál rendőrséget, ha kell! Kivál rendőrséget, oda megy ki a házomba! Menjen innen! Kutyám? Nem. Ez én kutyám. De nem, az én kutyám már nem tudom mióta. Nem. De... Ez az enyém. Ki nem? Nem. Te most miért szöktél el tőlem? Ha? Mert... ott hagytam az üzenetet, még első olvasni, látom, ennyire vagyok fontos. Milyen üzenetet? Most ott hagytam a ládát. Jó, majd elolvasom, hogyha hazamegyünk. Gyere már haza, mit csinálsz itt? Biztos nem megyek haza. De miért nem mész haza? Én értem, hogy elszöktem. Aztán de miért szöktél el? Miért ott hagytam a levelet? Mert ha elolvastod, ha érdekel. De miért tudod, hogy nem szokja ezt csak úgy el? Te az én tulajdonom vagy, úgymond. Nem, tehát, már az enyém. Tulajdonod. Hát igen, te az én kutyám vagy. De ez nem egy tárcs, hogy a maga tulajdona. Hát én értem, de attól függetlenül a kutyát én fogadtam örökbe, én neveltem fel, én vettem de minden, és... A kutya ide jött hozzám, szóval most az enyém. Pont nem így megy, hogy oda jön egy kutya maga, meg eltulajdonítja, és most ott van. És hagyjátok már abba! Akkor versenyeltetek meg, Istenem! Hogy melyikőtök a jobb gazda, aztán majd választok! De kis, hát itt tudom, melyik kaját adtam neked meg mindent? Maradjál csöndben! Örüljél, hogy adok neked lehetőséget! Adsz nekem lehetőséget! Jézusom! Adok, na, srácok, én komolyan mondom, hogy mindjárt elmegyek innen, és itt fogom hagyni kis. Konkrétan leváltott minket egy random másik gazdára, csak mert neki húsháza van. Hát én ezt nem hiszem el. És azt hiszem, hogy most nem adtam neked annyi húst, mint amennyit szoktam. Hát nem hiszlek el. És még te szivattál amúgy bele így a videómba, meg te trollkodtál bele. Csak szólok. Ő nem videót szóval, el sem lesz szóval.
Istenem, nagyszerű. Na jó, van, akkor mit szeretnél? Na kiállod a próbát, vagy sem? Vagy kiállom a próbát. Jó, kiállom azt a próbádat, nem hiszlek el. Na. Milyen próbát? Igen, mind a ketten gondolom, tudjátok, hogy kutya gyorsan fut. Na, ti igen. Most már ki az, hogy álljatok ide. Istenem. Igen. És akkor... És tudjátok mit? Idáig el kell jönnetek, na? Aha. Mikor lehet menni? 3, 2, 1. Jó, jó, gyerünk, hú, ez az! Hú, de nagyon cseles. Ide! De most... Aha. Most ez van, baj? De, aha. Hogy lehetettek meg ezt a gyógyadát? Hallod? Nem sikesen. Fájblok. Jó, át lehetünk, de... Egy, kettő, hopsz, majdnem leesett véletlen. Nem tudom, hogy hogyan. Hé, de mit? Látod kis engem, mit ütögetni próbál? Meg ilyenek. Mondok ezt? Nem. De, ne is tegezz, most jelenleg ti versenyzők vagytok, jó? Hát na. Akkor jelenleg nem mondják, gratulálok. Jó, jó, a következő verseny, de ez csalás volt, én azt mondom, hogy nem is lehet átugrani ezt ilyen csalóst. Na, akkor most egy kvíz verseny lesz, és az nem érdekel, hogy mennyire gyorsan futok, ez már volt, elmondják, okay. Sajnálok. Igen. Na, ki ismer jobban? Oké, okay, na, kezdjön. Melyik a kedvenc húsfajta? Szék. Sőt, ez a sült disznóhús, sült disznóhús. Sőtdisznóhús! Mióta? De... Mióta a sült szertékkel? Ja, a steak? Elmondtam neked. Ezt csak azért eszem, mert Dani nagyon finoman csinálja. De alapjáraton a kedvencem... A steak? A sült ilyen. Aha, steak, oké. Okay. Akkor én találtam el. Ha, easy! Egyelőre egy-egy szabályi oké, jó, jó, amúgy. Oké, okay, azt hittem, hogy elmondottam. Nem, de hogy hozod vissza? De te több ideje is persze, mondjuk így elváltam tőle. Jó, na, de hát mégis csak egy jó gazda vagyok, és tudom, hogy miket szeretsz. Na, oké, jöhet a következő. Ezt úgyis én fogom megnyerni. Haha, nincs esélyed. Nem, még nem mondjam. Na, melyik költöknél van a több 20? Aj. 60? Mhm. Nálam 2x64. Na, de... Mi? Mutasd! Igen. Mutasd! Te mutasd előbb! Jó, na, akkor mutasd! Hozzám. Na! De nem ellopta! Hol van a sor? De hol van? Na, dobjad nem is vettem fel semmit! Nem is vettem fel semmit! Hol a húsom? Akkor mutasd meg! Na, hol a húsa? Jó, nálam 64 plusz 18, nem 2x64, de majdnem annyi. Igen, abból 60 az enyém! Nálad? Abból 60 az enyém! Mi? Mi kiloptam? Jó, ennyi nem vagyok hülyelme, na, mennyi húsz így van? Tehát kiloptam ki az előm! Mennyi húsod van akkor? Kidobtam, itt álltunk, és ide kidobtam, és ide jött Dani, és ellopta, és elment. Mi? Miről beszélsz? Nem is értem, hogy miről beszél, nem? Mit az? Nagyon nagy jó gazdát választották is. Jó, hát ez egyelőre akkor 2-1, tehát jó. Nem igaz, de felloptam, most is neve. Nem igaz! Aha! Azért mennyire kapta, hogy nem lopta fel! Hallom, hogy akkor már ne, nyugodjatok le! Jó, oké. Na igen, akkor 30-20-dik szedek le sztéket innen, mert elfőtt a kajám. Na, gondolok egy trollkodó itemre. Igen, TNT. És ki kell találnotok, én csak ilyen címszavakat mondok, hogy kapcsolatos. Igen, TNT. Vödör. Gömbhal. Igen. Ha, easy! Ilyet nem tudsz. Easy. Na mi az, Zamba? Na mi az? Na jó. Dani, nem kell az ugyanilyen. Jó, na! Neki van neked neki. Ellopja, de elloptad a kutyámat, szóval azért van. Nem loptam, előjött ide. Nem mondtam, hogy eljön ide. Ki is te önmagadtól jöttél ide? Igen. És nem... Aztán ez volt az első adom, amit megláttam, és hát ez volt az, ami itt tett. Tehát konkrétan önmagadtól jött ide, és nem az volt az oka, mert hogy itt van egy csomó hús? Nem, na, a hús volt. Igen, persze, pont nem a hús miatt jöttél ide, igen. Biztos ő benne amúgy, hogy direkt akart téged ide csalogatni, vagy valami. Lehet, hogy tiszta gonosz. Jó, hagyjatok le! Na, igen, oké. Okay. Következő kérdés. Akkor már teszteltük kétszer, hogy ki ismer jobban. Igen. És hát ugye az, hogy melyik a kedvenc húsa, meg ugye melyik a kedvenc alkotóitemem. Igen. Ez a Minecraftot mennyire ismeritek? Hát, nagyon, gondolom. Nagyon? És te, mi a véleményed róla? Én is. Ő olyan. Is. Igen? Oké. Okay. Na, akkor. Te
szeretném, hogyha kitalálnátok, hogy ez itt a kezembe micsoda, név szerint magyarul. Karmazsin, karmazsin, hú, na nem tudom, Nilius, vagy valami ilyesmi? Micsoda? Nilius, vagy valami ilyesmi a neve, nem? Nilius? Valami olyasmi, nem? Ininus, vagy nem? Valami ilyesmi a neve? Nilium! Nilium! Karmazsin Nilium! De... Tuti csalt! De... Nézd meg! Nem, nem bírom megnézni. Jó, nagyszerű! Mi ez? Karmazsin, de jó, de tudti, hogy csalt! Aha! Ő tudta, hogy rá googlizott! Jó, ez most akkor egyik ötöt sem kapodod, mert azért te adtál neki egy kis segítséget azzal, hogy... Vami! Persze! Hát ő találta ki, hogy Karmazsin, Lil valami, onnan már nem volt nehéz azért kitalálni, na. Akkor mennyi az állás, mert nem is számoltam. 2-3, azt hiszem. Hogyha ezt most ő megkapja, akkor 2-3, ha nem, akkor 3-1 nekem. Egy és fél, és három. Oké, okay, jó. Na végül is kitaláltad, de most elvezetted rá. Na, na, igen. Akkor most egy állóság próba, vagy hogy álló próba? Igen, valami olyasmi, igen, na, mi a következő próba? Állóság próba kell. Jó, menjünk már inkább haza, már azt várom, nem hiszem el. Jó, akkor várjunk. Igen? De majd nem, ezt nem tudom, mert most azt akartam, hogy találjátok ki, hogy ja, hogy melyik a másiknak a házad, de hát ez talán. Hát ez nagyon nehéz lett volna. Jó, de ez csak neked, mert neki még lehet, hogy ez lett volna. Jó, na kis, mikor mehetünk már haza, mert kezd ebből elegem lenni. Komolyan mondom. Jó, akkor menjünk oda a faluba. Most itt volt az első, ez a hazai terepen játszottál. Jó. Itt a foci meccsekben, ott is van egy ilyen, meg egy olyan. Na menjünk jó. Akkor oda. Oké, okay, akkor menjünk haza. Csak szólok, hogy... Lehetőleg azért a fájdalom csillapítást készítsétek fel, mert most az állóság próba jön, ami... Hát... Most, na... Oké, okay, nagyszerű, én már kezdem ezt úgy nagyon unni, hogy te itt izé próbára teszel komolyan minket, mint gazdákat. Miközben te lehetnél hálás amúgy egyáltalán, hogy izé, hogy így ennyi húst kapsz meg mindent, na mindegy. Na. Igen? Számszeré itt van. Igen? Várjál, még egy ilyen plusz fél pontért cserébe. Ez milyen nyíl? Vagy milyen effekt van rajta? Életerőnyíl. Regenerációs nyíl? Regeneráció? Nem, nem regeneráció, ilyen életerőnyíl. Erőnyíl. Jó, az nem ugyanaz, mint a regenerál, de egy kb. Átadó fél pont. Mi volt? Jó, hát azonnali gyógyulás, hát az egészen életerő adás. Azt mondtam a legelsőnek, hogy életerős nyíl, nem? Végül is, jó, akkor megkapod. Te megkaptad az előzőre a fél pontot. Szerintem ez is fel. Jó, oké. Okay. Na, igen. Így, felhúzom. Na, és akkor kinek mennyire fáj? Oké, hát ez nem valami nehéz, vagy nem tűnik valami nehéznek. Igen? Így. Ha! És, hát, nem volt valami. Hát nem, igazából egy HP-t vittél le. Sőt, felett kb. Hát nem tudom, nagyon keveset. Oké, okay, akkor most jöhet a sima nyilla, mert ez volt ugye a regenerációs nyíl. Aha. Ugye szépen lassan menjük, és ezután azonnal így sebzik. Ó, hát de jó lesz. Tehát arra vigyázzatok. Jó, oké, és... Na? Ez se fáj! Nem nagyon. Hát nem tudom. Annyira okay. Nem tudik amúgy túl nehéz feladatnak is, már nem azért mondom. 3 HP-t se beszél, semmi. Jó van, akkor azonnal is érjük és kettő! Jó, oké, okay, nyugi, oké, okay, és jól van. Ez úgy fog fájni, hogy jam-jam-jam! Jó, oké, okay, na, csak nyugi. Jól van. Istenem. Na, löved? Mind a kettőzőtek van annyi, hogy nem fogtok meghalni. Igen, gondol, remélem. Én is. Bízom benne. Én is. Ha meg nem, akkor hát így jártatok. Na mehetsz. Ójjaj. Remélem, hogy bírni fogom. Na, jöhet. Így. Tami, tudod, hogy van nézét. Próbáltál már ki extrémebbeket. Oké. Jó. Ez nem volt annyira izé, maradt 4 HP amúgy. Persze, ez az egy bőrszett. Nem is! Jaj, tényleg. Jó, na, de most ez... Na, most ő hozott legalább. Fel van készülve az ilyen esetekre. Így van, látod? Na, ennyi. Na, akkor ez mennyi... Hups. Azt hiszem, hogy nem maradt túl sok választásod. Ezt nem akartam, bocsik is. Igen? Hogy csak mondom, hogy ezért rettenetes gazda, de a húsházam volt, lopjuk már el. A húsházat lopjuk el? Nem, a házból a húst. Ja, a házból a húst. Uh-huh. És csak komolyan, hogy csak a hús miatt szöktél oda?
Nem is ismer engem, annyit tart, hogy át tudott ugrani. De figyelj, komolyan a hús miatt lecseréltél volna engem őre? Itt a levelem, amit amúgy nem olvastál. Jó van, megnézem, adjad, mutassad. Igen, na mit írtál bele? Szóval, szia, a legutóbbi trollkodásod nagyon megbántott, szóval új gazdát találtam, ne is keresd, szia. Hát ez nagyon szép. Most is komoly? Azért, mert de nem is trollkodtam, mit trollkodtam? Mi volt neked? És ez mi a trollkodás, hogy nem adok kaját? Hát addig jó neked, amíg trollkodás. Istenem. És nem olyan gondoltad. Istenem. Szóval, ja. Nem ide megyek lopni a 20 házat, halló? Jó van, mennyi, Istenem, srácok. Jézusom. Na jó van, vége van. Szerencsére kicsit visszaszereztük. Bár őszinte leszek ezek után, hogy így lecserélt volna ez miatt. Kicsikét csalódtam benne. Na mindegy. Srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor dobjuk egy like-ra, szok fel minden. A kövő videó kezdődik a Tanya Minecrafton, ott találkozunk. Addig is, köszépen tényleg, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel, írjátok a kommentbe, hogy tetszett, ilyenek. És akkor Tali legközelebb, vagyis a Tanya Minecrafton, ott tala. Sziasztok!